Onkel Toni wuchs in einer ungarndeutschen Familie in Nádas auf. Die Traditionen haben in seinem Leben von klein auf eine wichtige Rolle gespielt. Zuerst war er von der Tanzkultur völlig fasziniert. Igen, hát Sram Antal vagyok, a nevem is már erre utal, és tulajdonképpen ebbe a házba születtem, mint Mecsek Nádasdon, sváb családból. Kisgyerekkoromban engem a zene a Pécsi Rádió Német szerkesztőségén keresztül fogott meg. A esti délutáni német adásban hallottam ezeket a sváb zenéket, amit ugye a nagyapám még hallgattak, és én kisgyerekként ezeket hallottam is, és úgy érzem, hogy ez volt az első olyan pont, ahol ami úgy belém ivódott. És később felnőtt koromban, tehát fiatal koromban, 8. koromtól kezdve a helyi német tánccsoporthoz kerültem, az akkori vezető beszervezett, és hát ott is nagyon élveztem a táncot, a fő profil a német táncok voltak, és azt hiszem itt közeledtem tovább a sváb kultúrához, hát elsősorban a néptánc és a népzenéhez. Később a tánccsoport vezetője is lettem, koreográfikát készítettem. Nach dem Volkstanz interessierte er sich für die Musik und ist heute Vorsitzender des Vereins Alte Kameraden Blaskapelle. Im Laufe der Jahre hat der Verein auch Veröffentlichungen zur Blasmusik herausgegeben, die ihnen helfen sollen, die Traditionen leichter weiterzugeben. Hát a zenével, konkrétan a zenekarral később kezdtem foglalkozni idősebb koromban, amikor már annyira a tánc már nem áll a lábra, kicsit nehézkes, és zenével így később kerültem még közelebbi kapcsolatban. Ennek az a története, hogy itt Mecsek Nádasdon 2000 környékén szőlősgazdák rendeztek maguknak az egyik pincesor, szőlősgazdái, pincegazdái szerveztek maguknak egy ünnepet május első hétvégére, ahol összejöttek délután, beszélgettek, szakmai beszélgetések, kóstolgatták boraikat, vendégeket hívtak, estére pedig egy vacsorát főztek, de délutánra mindezt már zeneszóval szerették volna csinálni, és megkérték a Célman Steffit, a falu közismert zenészét, hogy ezt majd ő oldja meg, és ő akkor nagyon, hál' Istennek, nagyon okosan, akkor úgy gondolta, hogy hagyományos sváb zenekart fog összehozni, régi sváb zenészek, zenész ismerőseit hívta meg, és köztük Krachenfelser Sebestyén bácsit, akit mindannyian Pasi bácsinak hívunk, ő már sajnos nincs közöttünk. Ő hozta a kofferbe a kotta füzeteit, és most megmutatnék egyet. Ilyen kotta füzeteket hozott, kézzel írott kotta füzeteket, ami ugye nagyjából így nézett ki. Kiosztotta a szólamunként, mert ugye minden hangszercsoportnak más kottája van egy adott számon belül, ugye. Kiosztotta őket, 12 szólamban kiosztotta őket, és bemondott egy oldalszámot, és intett, és beindult a zene. Minden próba nélkül úgy ad hoc. És ez nekem annyira megtetszett, és néhány éven keresztül ezt az ember egyébben egyszer szépen végighallgatta, örült, táncolt rá, nagyszerű. De aztán egy-két év után úgy gondoltuk egy páram zenészek közül, hogy ebből egy rendszeresen működő zenekart kéne összehozni, mert hogy ez a csodálatos szép zene nem lehet az enyészeté, és hamar kötének is álltak a zenészek, és 2008-ban létre is jött ez az Alte Kameraden néven futó zenekar, akkor mindjárt egyesületi formátban kezdtük a munkát, és hát akkoriban ugye még ezekből a kottafüzetekből, kézzel írott kottafüzetekből dolgoztunk, próbák voltak persze már akkor is, fellépések, előadások,
De bár a kezdettől fogva az volt az elképzelésem, hogy ezt a hagyományt tovább kell örökíteni. És ennek az egyik módja például, hogy a kézzelírt kottafüzetekből nyomtatott kottakiadványokat hozzunk létre, hogy aztán más zenekarok is tudják játszani, az utókor is hozzáférjen, és így az elmúlt 15 év alatt 3 ilyen kiadványt is sikerült összehoznunk. Az első a Auf der Hochzeit, amit elsőként egy 30 zeneszámot tartalmaz, és ezt most kibővítettük további 20-szal, úgyhogy ez a második kiadása ennek, amiben most ugye 50 zeneszám van, és ugyanúgy a következőt pedig a Schwabenbel című kotta kiadványunk, ami úgy kell elképzelni, hogy ez 12-13-14 füzetből áll, hogy a teljes zenekar szólamai meglegyenek. És a harmadik kiadványunk pedig egy induló füzet, Ungar-Deutsche Marschhefte. A magyarországi sváb indulók, amiben benne vannak az alapdolgok, himnuszok, sváb himnusz, magyar himnusz, és gyászindulók is. Onkel Toni Hoff, das es mit Hilfe des Orchesters gelingen wird, die Tradition direkt zu pflegen. Das Ziel der Vereins ist eine kontinuierliche Entwicklung, deshalb machen sie über jeden Auftritt Aufnahmen. Das hilft nicht nur bei der Entwicklung, sondern kann auch als eine sehr gute Erinnerung funktionieren. Kottát azt elvileg minden zenét tanult fiatalember el tud játszani, kottát olvasni, ez zeneiskola alapkövetelmény, viszont nem mindegy, hogy azt hogy játssz el, milyen stílusban, milyen előadói módban, azt viszont az előadói módot meg csak úgy lehet igazán jól megtanulni, hogyha idős zenészektől, akik ebbe születtek be, mert ezek mind olyan zenészek, akik most tagok, meg volt tagok, akik a 60-as években fiatal gyerekként ilyen idős korú zenészekkel muzsikáltak együtt, és ezzel automatikusan a stílust magukba szívták. Magyarán ezt a közvetlen hagyományátadást is szerettük volna megvalósítani és továbbvinni, úgyhogy kezdettől fogva fiatal zenészeket is igyekeztünk beszervezni a zenekarba. Ami úgy nagyjából sikerült is, ilyen váltott műszakban, ugye, akik Pécsen tanultak környékből, kollégisták oda jártak próbákra, fellépéseinkre, aztán mikor hazamentek, tovább tanultak Pesten, akkor kimaradtak, aztán újabbat próbáltuk. Tehát ez a közvetlen hagyomány átadást, ezt így próbáltuk meg megoldani, ami azóta is működik. A másik dolog, amit szintén nagyon fontosnak tartottunk, hogy kezdettől fogva hangfelvételeket készítettünk. Ez ennek is egy két irányú célja volt, az egyik, hogy azokkal a zenészekkel, akik még ezt úgy stílusban nagyon jól tudják előadni ezt a zenét, azokkal a zenészekkel készüljenek ezek a felvételek, mert aztán később a kottákból és a hangfelvételből már a stílusjegyeket fel lehet lelni, és meg lehet tanulni. Ahhoz sokat kell hallgatni azoknak a zenészeknek is, a fiatal zenészeknek ezt a zenét. Tehát ez az egyik célja volt a hangfelvétel készítésnek, a másik pedig, hogy minél több helyre eljusson, minél több emberhez eljusson, mert hát ahhoz, hogy valami fennmaradjon, ahhoz ott kell legyen az emberek fülébe, hallgatni kell, és napirenden kell, hogy legyen ez a zene. És hát így elkészült két, illetve három kiadványunk is, a Kretzelfest CD-nk, aztán a Unsere Musik 1, Unsere Musik 2. Ezen a másik két CD-n már énekes fúvózenekari számok is hallhatók, mert egy jó néhány évvel ezelőtt a Babarczi Krestót énekduóval is felvettük a kapcsolatot, akikkel fúvós zenekari kísérettel énekes számokat is elő tudunk adni, amivel színesíteni tudtuk a repertoárunkat.
Das Orchester hat zahlreiche Auftritte absolviert. Sie haben auch mit gutem Erfolg an Wettbewerben teilgenommen, die vom Landesrat organisiert wurden, und wurden eingeladen, bei der Landesgala der Ungarndeutschen aufzutreten. Sie veranstalten auch thematische Konzerte, die ein großer Erfolg sind. A rendszeres fellépések, felkérések mellett falunapokon, különböző rendezvényeken természetesen részt vettünk a Landesrat minősítő versenyein is, ahol 4 alkalommal vettünk részt, és mind a 4 alkalommal kiemelt aranyminősítést sikerült elérnünk. Többször szerepeltünk az LDO országos gáláján. Ezen kívül pedig, hát miután elindult ez a zenei dolog 2008-ban, én egyre inkább, egyre mélyebben foglalkoztam ezzel a zenével, a zenei stílus, a kialakulásával, hogy a sváb falvakban a zenei élettel, hogy működhetett ez a zeneoktatás, a régi zeneoktatás, hogy működött. És úgy kialakult bennem, hogy ebből egy tematikus koncertet lehetne csinálni, de tulajdonképpen az ötletet a Hagyományok Háza pályázata adta. Még a 910-es évektől kezdve volt egy olyan Hagyományok Házának egy olyan pályázata, hogy Mesterek és Tanítványok című pályázat, aminek az volt a lényege, hogy fiatal zenészek mestereiek és mesterikkel együtt zenéljenek színpadon. Tehát a közvetlen hagyományátadás módszerét alkalmazva, és ez meg hozzáfértem ehhez a pályázathoz, és hát ez nagyon egybevágott a mi koncepciónkkal, és azzal a dologgal, hogy bár bennem már kapizsgált egy ilyen dolog, hogy erről valamilyen tematikus koncert készülhetne, és erre a pályázatra be is neveztünk, és erre készült az Unsere Musik című, a Mi Zenénk című tematikus koncert, aminek az volt a témája, hogy a sváb falvak zenei élete a múlt század elején. Itt szöveggel, ugye meg narrátor szöveget írtam a témához, a szöveggel bemutattuk egyrészt a fúvós zene kialakulását, azt, hogy a falvakban milyen, hogy történt a zeneoktatás, hogy egymástól, tehát a zenekar vezetők oktatták a falubelieket, tehát közösségen belül történtek mindezek meg. Arról is szól, hogy került ide magyarországi svábok körében a fúvószene, ugye a Böhm-Ismeri stílusban az Osztrák-Magyar Monarchia katonazenészein keresztül, hogy az ott szolgáló sváb zenészek hozták magukkal ezt a zenét, a kottákat és a hangszereket. De ugye mindig az még egy nagyon-nagyon jellemző dolog volt ezekre a sváb zenekarokra, hogy kétféle hangszeren kellett, hogy muzsikáljanak. Minden zenésznek kellett vonos hangszeren játszani, és fúvós hangszeren. És ennek az volt a praktikus praktikája, így utólag végig gondolva, hogy fúvós hangszeren nem lehetett 2-3 napos lakodalmakat végig trombitálni, mert fizikailag nem lehetett ezt bírni, és így átváltottak vonosra, és ment tovább a dolog, és ez nagyon szép zenei stílust hozott létre, nagyon szép zenedarabokat hozott létre. És itt szó esett sváb zeneszerzőkről is, és az egész megrendezés az úgy nézett ki, hogy egy nagy háttérkivetítőn archív fotókat jelenítettünk meg a zeneszámok kíséretében, zeneszámok alatt, és a zeneszámok alatt hangzottak el ezek a kicsit oktató jellegű, vagy ismeretterjesztő jellegű szövegek. Úgyhogy ennek akkor ott nagy sikere volt, és Pesten Budai Vigadóban volt a bemutatója, és ezt a koncertet azóta nagyon sok helyen előadtuk,
és egy jó néhány évvel ezelőtt a Pécsi Kodály Központban is bemutattuk egy nagyszámú közönség előtt. Aztán egy 15 éves jubileumunk, az tavaly volt, arra pedig egy másik tematikus koncert készült, a Stefan Jäger a Svábok festője címmel. Ezzel már akkor találkoztam ezzel a festővel és a képeivel, amikor ezt az előző koncertet állítottam össze, és már akkor kezdett, azóta ért bennem, hogy ebből is lehetne valami szépet csinálni. Stefan Jäger egy Bánátba élő sváb festő volt, késő impresszionista stílusban festett, a múlt század első felében alkotott főleg, 63-ban halt meg. Temesvár mellett Zsombolyán, Hatzfelden, német neve Hatzfeld élt, és az egyik főműve a németek betelepülése Dél-Magyarországra. Ez egy nagyméretű, 6x2 méteres festmény, olajfestmény. Ez nekünk sváboknak olyasmi, mint a feszti körkép, mondhatnám. De számos, rengeteg, hál' Istennek hozzá tudtam jutni az interneten egy olyan archívumhoz, Stefan Jäger archívumhoz, ahol meg tudtam találni a munkásságának a 90%-át, és ennek a szintén 90%-a kifejezetten a német sváb ember mindennapi élete, ünnepnapjairól szólt, a bánáti táj megfestése, gyönyörű szép festmények. Hát itt is témánként összeválogatva jelenítettük meg szintén egy óriási nagy lett falon a Kodály Központba, és alatta hozzá válogatott zenével szólaltak meg ezek a zenék, és közben elhangzottak számuk között kis bizonyos narrátor szövegek a festőről, a festményekről, és így tovább. Die Tracht der Tanz und natürlich auch die Musik leisten einen großen Beitrag zur Pflege der ungarndeutschen Kultur. Diese wären ohne Menschen wie Antal Schramm nicht möglich. Als eine Säule der ungarndeutschen Gemeinschaft trägt die Musikkultur weiter.